Sok szeretettel köszöntöm Önöket innen az Európai Parlamentnek a brüsszeli TV stúdiójából. Most lett vége a Brexittel, az angol kilépéssel kapcsolatos vitának. Nagyon rövid idővel később már idejöttem a jegyzeteimmel együtt, hogy megosszam Önökkel a tapasztalatokat. Furcsa érzés, hogy tegnap ilyenkor meg még Budapesten voltam, történetesen Budaházi Györgynek a tárgyalásán, hogy jön ez ide, hogy jön a Brexit témához. Most úgy, hogy nem tudtam nem gondolni arra, főleg amikor az Európai Unió csodálatos közös értékeit hangsúlyozták, a szomorúak, ugye bennmaradás pártiak, együttmaradás pártiak, a jogállamiságot, a demokráciát, a szabadságot, nem tudtam nem gondolni arra, hogy milyen érdekes, hogy Angliában így fejezték ki az Európai Unióval kapcsolatos kritikákat, az EU nem kampány, az így nyilvánult meg Angliában. Magyarországon pedig 2003-ban, amikor a 2004-es belépéssel kapcsolatos kampány folyt, akkor Budaházi Györgyöt bilincsben vitte el a rendőrség, és állította elő azért, mert a nem mellett mert kampányolni, és történetesen használt egy olyan plakátot, amelyen szimbolizálta azt, hogy már volt két diktatórikus rezsim a magyar nemrégi történelemben, és ne legyen még egy, és ezt a plakátot elkobozták, büntetőeljárást indították ellene, és hosszú évek múlva történt meg a felmentése. Tehát ennyit a véleménynyilvánítási szabadságról akkor, amikor az Európai Unió negatív oldalairól, az Európai Unió kritikájáról, az Európai Unióba való nem belépésről, vagy esetleges kilépésről van szó. Ez történt tehát Budapesten 2003-ban. Megkértem Almási Lajos barátomat, remélem, hogy ebben percekben is azon dolgozik, hogy azt az interjút, amit ezzel kapcsolatban Budaházi Gyurival és Kőszegi Laci barátunkkal, László barátunkkal, akinél ott volt a kamerája akkor, amikor mindez történt, hogy a magyarok házában egyszer csak őrizetbe vették Budaházi Györgyöt a tiltott EU kampányolása miatt, tehát ővelük csináltunk egy interjút a bírósági folyosón, miközben ugye folyik Gyuri ellen az immár 13 vagy 14. büntető eljárás erősen koncepció gyanús jelleggel minden esetben, hiszen legtöbbször fel is mentették őt a végén. Elindítunk egy sorozatot, amiben bemutatjuk ezeket az eljárásokat, és bemutatjuk, hogy mik azok az értékek, amik tényleges értékek lennének az Európai Unióban, az európai jogrendszerben, véleménynyilvánítási szabadság, gyülekezési jog, joguralma, eljárási garanciák, és így tovább, amik miatt esetleg jó lenne tartozni egy olyan európai értékközösséghez, ahol ezek a dolgok fontosak, de lám az Európai Unió se szólt egy árva kukolt sem akkor, amikor ilyen brutális módon és ilyen jogellenesen hallgattatták el azokat Budaházi Györgyöt és társait, akik a nem mellett kampányoltak annó. Most viszont a nem melletti kampányolás sikeres volt. Anglia az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia népszavazást tartott, az Európai Unió meglehetősen megrokkant állapotban van, megdöbbenve, elkeseredetten, mérgesen láttam viszont kollégáink jelentős részét, az európai parlamenti képviselőket, illetve az Európai Unió biztosait, akik nem gondolták volna, hogy ez egyszer bekövetkezhet. Hogy is zajlott ez a vita? Ha megengedik a jegyzeteim alapján, egy kicsit ismertetném pár percben, hogy miről is volt szó. Ugye kedvencünk Martin Schulz, aki azt hiszem, hogy önmagában, személyében is Junckerrel és Tuskkal, a három Európai Uniós vezetővel együtt megkérdőjelezi sokak számára azt, hogy mennyire hiteles és mennyire alkalmas ez az Európai Unió jelenlegi formájában arra, hogy 500 millió embernek a gazdasági, politikai, társadalmi, szociális és jogi érdekeit képviselje. Nos, hát ő nyitotta meg az ülést azzal, hogy bizony ez az első olyan alkalom, amikor rendkívüli ülés kellett összehívni amiatt, mert egy tagállam úgy döntött, hogy kilép
az Európai Unióból. Az első dolog, amit megjegyzett, az az volt, hogy az Európai Unió különböző intézményeinek nagyon sok brit munkavállalója van, akik most valószínűleg el fogják veszíteni az állásukat. Szeretett ő személyesen, és szerettünk mi az Európai Parlament képviselői dolgozni ezekkel az emberekkel, és együtt érzünk velük a munkájuk elvesztése miatt. Hát ez ugye egy humánus megjegyzés és megfontolás volt, de hasonló humánumot és együttérzést kellett volna tanúsítani mondjuk azokkal az angol falvakban, tengerparti falvakban generációk óta dolgozó, illetve dolgozni próbáló halász emberekkel, akik az Európai Unió szabályai miatt elvesztették az állásukat, a munkalehetőségüket, mint ahogy számos kisvállalkozó is elvesztette az Európai Uniónak a neoliberális gazdaságpolitikája miatt. Elmondta azt is Martin Schulz, hogy Lord Hill, az Egyesült Királyság EU biztosa itt van az épületben, itt volt az ülésen, noha lemondott a pozíciójáról, tehát ugye minden országnak van egy Európai Uniós biztosa, az Európai Bizottságnak minden tagállamból van egy tagja, tőlünk ugye Navracsics Tibor, az angoloknak Lord Hill volt a biztosa, aki lemondott a pozíciójáról, de azért eljött ide, kvázi búcsúzkodni utolsó alkalommal. Kiváló munkát végzett a Remain kampányban, mondta Martin Schulz Lord Hillről, a maradók pártján volt, jó munkát végzett, mint ahogy jó munkát végzett EU biztosként is. Tanúságos volt számomra, hogy gyakorlatilag minden angol képviselő felállt és tapsolt akkor, amikor ezt Schulz elmondta az ő EU biztosukról. Felállt például mellettem az a független angol képviselőnő Dodds asszony, aki igen elkötelezett híve volt a kilépésnek, nagyon aktíven harcolt a Brexitért. Párt szempontból sincs közel Lord Hillhez, de mégis a nemzeti összetartás jegyében és egymás megbecsülése jegyében ugye megtapsolták őt csak azért, mert ahhoz az államhoz, ahhoz az országhoz tartoznak, honfitársak, úgymond. Ezt követően szólalt meg az Európai Unió soros elnökségének a képviselője, hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia 1973 óta volt tagja az Uniónak, tehát történelmi jelentőségű időszak volt ez, és történelmi jelentőségű ez a pillanat, ez a ugye mindenki által, vagy hát sokak által szomorúnak érzett pillanat, amikor a kilépés tényét már ugye gyakorlatilag biztosan tudhatjuk, hiszen a népszavazás megtörtént. Hangsúlyozta a képviselő, a tanácsnak a képviselője, soros elnökség képviselője, hogy mindenkinek érdeke az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti konstruktív kapcsolat. Ugye ez volt az, ami körül a vita zajlott gyakorlatilag. Az egyik politikai erő azt hangsúlyozta, hogy ha már úgy döntöttek a britek, hogy kiléptek, akkor menjenek minél gyorsabban, és legyen minél kevesebb igényük. A másik oldal pedig azt mondta és azt hangsúlyozta, hogy azért itt végül is egy szerződés volt a felek között, az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ha egy szerződés felbomlik valamelyik fél akaratából, akkor mégiscsak együtt kell tisztázni azt, hogy hogyan tovább, tartozásokkal, kötelezettségekkel, jogosultságokkal, és nem utolsó sorban nagyon sokan hangsúlyozták azt, hogy azért ugye szomszédok maradnak az Európai Unió és az Egyesült Királyság, és jó szomszédi kapcsolatokra kell törekedni, aminek az alapjait most kell lerakni. Hideg fejjel, ahogy hangsúlyozta a tanács képviselője, senkinek nem érdeke hosszú távú bizonytalanság. Miért is harcolnak az ukránok? EU zászlóval a kezükben tette fel a körtői kérdést a soros elnökség képviselője. Miért kockáztatják az életüket afrikaiak, hogy Európába jöjjenek? Nos, hát mondanom se kell, csodálatos értékeink miatt, mint a béke, a stabilitás, azon kívül ugye a jogállamiság, a demokrácia, a szabadság, a piacgazdaság. Nem értem, hogy miért jó taktika ez, hogy kvázi azt sugallják és azt üzenik, és láttam a televízióban, hogy a maradás kampányban is folyamatosan azt üzenték, hogy a nép buta,
mert nem látja ezeket a fontos értékeket, és egyszerűen nem veszik észre, hogy milyen fontos értékek közössége ez a bizonyos Európai Unió, és látszik, hogy nem tanultak semmit ebből a kudarcból itt az uniós bürokraták és vezetők, mert folyamatosan csak ezt hangsúlyozzák, hogy milyen csodálatos ez a közösség. Nagyon kevés kritikai hang volt, nagyon keveset beszéltek arról, hogy vajon mi lehet rossz az unióban, ami miatt így döntött ilyen sok ember egy tagállamban. És egyébként azt is megjegyezném, hogy az lehet, hogy Afrikát elhagyják emberek az életüket kockáztatva azért, hogy ebbe a csodálatos Európába jöjjenek, de az Európai Unión ezen a csodálatos rendszeren belül is elhagyják emberek az országukat azért, mert olyan végtelenül igazságtalan az Európai Unió, hogy egészen alacsony fizetéssel rendelkező ápolók, tűzoltók, állami tisztviselők, orvosok és a többi vannak az egyik országban, míg a másik országban ugyanabban a pozícióban 5-6-szor akkora fizetésért dolgoznak emberek, és ezzel a kérdéssel valamit kezdeni kell. Tehát ez a problémához hozzá kell nyúlni. Egyébként folyamatos lesz az áramlás a szegényebb országokból a gazdagabbak felé, még akkor is, hogyha esetleg Anglia lezárja a kapuit, akkor majd mennek máshova. Azzal együtt természetesen együtt kell éreznünk azzal a sok magyarral, aki az Egyesült Királyságban, Nagy-Britanniában él, ott rendezte be az életét, ott van állása, és bizakodni kell abban, hogy ezt az állásokat meg fogják tudni tartani, illetőleg, hogy az egyetemisták is továbbra járhatnak angol egyetemekre, hogy megmarad a fiatalok közötti áramlás az egyetemek között, az Erasmus programon, és így tovább. Hát ez így eléggé részletesre sikerült ez az értékelés. A tanácsnak a képviselője elmondta még, hogy ugye ez egy paradicsom lesz a jogászoknak, de pokol az állampolgároknak, hogy az összes Európai Uniós szerződést, az összes jogszabályt, hiszen ne felejtjük el, hogy egy Európai Uniós tagállamnak a jogszabályainak igen jelentős része, különösen a kizárólagos hatáskör, az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó területeken, most újra gondolandó, tehát egy rengeteg jogszabályt kell mikroszkóp alatt áttekinteni, újra gondolni, újraalkotni, mert megszűnnek az Európai Uniós jogi kötelezettségei az Egyesült Királyságnak, illetőleg annak az országnak, amelyik kilép az Unióból. És ez bizony egy hosszabb folyamat. És éppen ezért lenne szükséges az, hogy az egyik fél álláspontja szerint, hogy erre legyen idő, áttekinthessék a britek ebben a helyzetben, hogy hogyan tovább, és egyezkedhessenek ugye ebben a bizonyos két évig tartó, vagy esetleg tovább is tartó folyamatban az Európai Unió és Nagy-Britannia további kapcsolatáról. Juncker elnök emelkedett szólásra, ugye az Európai Bizottságnak az elnöke, és olyan érzésem volt, hogy meg is fogalmaztam így magamban, hogy amikor Juncker szólásra emelkedik, az valahogy olyan érzés, nem tudom, hogy önök voltak-e már hasonló helyzetben, szerintem mindenkivel előfordult már mondjuk valami családi eseményen, vagy ismerős baráti körben, elmentünk mondjuk egy esküvőre, vagy más családi eseményre, és akkor ott a mondjuk a boldog ara édesapja, hát érthető módon kicsit illuminált állapotban szeretne felszólalni és mondani egy beszédet a vacsorát követően, vagy a vacsorát megelőzően, pohárköszöntőként, és akkor mindenki retteltesen izgul, hogy csak végig tudja mondani. Juncker esetében is valami ilyen érzése van az embernek, de hát végül is ugye fel tudott állni, és el tudott kezdeni beszélni, de egy angol állampolgárságú képviselő beszólt neki valamit, nem hallottam, hogy mit, mire Juncker ugye lehúrogta, hogy minek van maga egyáltalán itt, mikor maguk már úgy döntöttek, hogy kilépnek. Elmondta, hogy szerettem volna, mármint ő, Juncker, hogy maradjanak az Európai Unióban, de ők kilépnek, ezt tudomásul kell venni. Továbbra is barátom az angol miniszterelnök, és barátaim maradnak az angolok is, mondta, és erre a
eroszkeptikusok soraiból is taps hallatszott, hogy egy ilyen viszonylag barátságos. Tehát egyáltalán felmerül az, hogy a barátság megmarad az Európai Unió és az angolok között. Nagy derültség volt viszont, amikor közölte, hogy a tőle megszokott kicsit narcisztikus, egocentrikus formában, hogy én nem egy robot vagyok, én nem egy európai bürokrata vagyok, én egy magánember vagyok, akinek érzelmei vannak, és szomorú vagyok attól, hogy kilépett az Egyesült Királyság ebből az Európai Unióból. Közölte, hogy megtiltotta azt, mármint Juncker, az Európai Bizottság tagjainak, hogy informálisan egyezkedjenek az Egyesült Királyság kormányának a tagjaival, tehát angol politikusokkal egyáltalán nem egyezkedhetnek addig, amíg be nem lesz nyújtva az Egyesült Királyság kormánya részéről a 50. szakasz, az Európai Unióról szóló szerződés 50. szakasza vagy paragrafusa alapján az az irat, amivel hivatalosan is bejelentik, hogy ki kívánnak válni az Európai Unióból, ki akarnak lépni. Addig az időpillanatig nem szabad, nem lehet alkudozni, vagy hát beszélgetni se. Csodálatos költői mondat hangzott el, our flight, our journey continues. A mi repülésünk, a mi utazásunk folytatódik, mondta az Európai Unió nevében Juncker úr, de azért azt elismerte, hogy van itt azért némi igazítani való, például csökkenteni kell a bürokráciát, sokkal szociálisabb Európára lenne szükség, és így tovább, de hangsúlyozta, hogy folytatni fogjuk, amit elkezdtünk, a modernizációt, a digitális Európa felé való menetelést. Közölte, hogy nem vagyok beteg, ahogy a német újságok írják, úgy látszik, hogy ilyen pletyka terjedt el róla, jól vagyok, és utolsó lélegzetemig fogok harcolni az Európai Unióért. Hatalmas kacagás követte nem ezt, hanem azt, amikor olyan kijelentést tett, hogy józan ember vagyok. Érdekesség volt, ahogy hangsúlyozta azt, hogy semmiféle titkos beszélgetés, titkos egyeztetés nem lehetséges az Európai Unió és a brit politikusok, vagy brit hát erők között. Ez azért volt furcsa, mert itt ugye minden állandóan titkosan történik, ami fontos az Európai Unióban. Tehát a TTIP vagy TTIP, az Amerika és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi megállapodáson, már mindenki tudja, hogy ezek titkosan, zárt ajtók mögött folynak ezek a tárgyalások. Nem beszélve mondjuk a Bilderberg csoportról, amelynek az ülésére elmennek az Európai Uniós biztosok, és amikor felszólítom őket, megkérem őket a nyilvánosság előtt, hogy nyilatkozzanak, hogy mit történt ott a Bilderberg csoport ülésén, miről tárgyaltak, és a többi, akkor arra természetesen nem adnak választ, mert hogy az titkos, az bizalmas. Hát hirtelen akkor nem tudom, hogy mi bajuk van a titkossággal, a bizalmassággal. Nos, hát én tulajdonképpen rossz ötletnek tartom, hogy én belekezdtem abba, hogy egyenként a felszólalóknak a gondolatait ismertessem, inkább egy kicsit összefoglalnám, hogy mik is itt az erőviszonyok. Nagyon tetszett a szomszéd, asszonyom a mellettem ülő, már említett Dodds független képviselőnőnek a felszólalása, amiben ugyanazt hangsúlyozta, amit már bocsánat, hogy magamat idézem, de amit én is közzétettem rögtön a Brexit bejelentése után, hogy bizony nem hallgatták meg az emberek szavát, az eurokraták, nem hallgatta meg a politikai elit, a gazdasági elit, borzasztóan eltávolodott az emberektől, fogalmuk nem volt arról, hogy az embereknek milyen nézeteik, érdekeik, panaszaik, vágyaik vannak, és most már kialakult egy olyan helyzet, hogy bizony kénytelenek meghallgatni. Elhangoztak olyan érvek, ugye, hogy az a fajta gazdaság, amit képvisel az Európai Unió, ez a neoliberális, globális gazdaság,
borzasztóan káros, főleg a kisvállalkozóknak, a kisgazdáknak, ugye ezt mi is elmondhatjuk otthon, amikor a Jobbik színeiben elkezdtünk európai parlamenti programot írni 2008-ban, és jártuk az országot, akkor nekünk is ez ugye nagyon-nagyon fontos volt, bízom benne, hogy ez most sincsen másként, hogy a kisvállalkozókat, a kisgazdákat, a munkavállalókat kell az érdeklődés középpontjába állítani, és ugye a neoliberális, globális gazdaság borzasztó nehéz helyzetbe sodorja például azt a kis vegyesboltost, vagy azt a kis péket, vagy más kisvállalkozót, akinek az üzletét ugye be kell csukni, aki ellehetetlenül azért, mert valamiféle globális nagy cég letarolja ott a piacot. És noha Magyarországot ez nyilvánvalóan sokkal jobban érintette, mint Angliát, ne felejtsük el, hogy Angliában sem csupa Tesco tulajdonos van, sőt, mondjuk egy ilyen Tesco tulajdonosi közösséggel éppen úgy szemben áll az angol kisember, mint a magyar, és az angol kisvállalkozó, az angol kisfűszeres, vagy az angol kisgazda épp úgy szenved attól, hogy veszélyeztetik az ő gazdaság érdekeit, üzleti érdekeit, magyarul odajön egy nagy multi, egy élelmiszerlánc, aki miatt neki be kell csukni a kis boltját, vagy legyen az egy elektronika üzlet, vagy egy cipész műhely, vagy bármi. Tehát ez volt a gazdasági rész, amiből elegük volt. A halászokat már ugye említettem, hogy az ő hagyományosan halászott területeikre is beengedték az uniós nagy hajókat, hatalmas cégeket, akik lehalázták előlük a zsákmányt. És ugye Farage hangsúlyozta azt, aki a UKIP részéről a fő arca volt a kilépés pártiaknak. Egyrészt hangsúlyozta azt, hogy amikor 17 évvel ezelőtt először megérkezett ide az Európai Parlamentbe, és közölte, hogy ő egy olyan pártot vezet, és egy olyan mozgalmat akar vezetni, amelynek a végső célja az, hogy az Egyesült Királyság, Nagy-Britannia kilépjen az Európai Unióból, akkor őt kinevették. Egyébként nekem mondjam, hogy én 7 éve vagyok itt a parlamentben, és 7 éve is folyamatosan nevetnek Nigel Farage-on. Most kezdték el körülbelül egy éve egy kicsit komolyan venni, hogy itt tényleg előfordulhat az, hogy a végén ő és társai kvázi meggyőzik a briteket arról, hogy ki is lehet lépni ebből az Európai Unióból, és hogy úgy jobban járnak. Nos, tehát Farage mondta azt, hogy hát ezek most már úgy tűnik, hogy nem nevetnek, hanem inkább sírnak. Igen, és Farage hangsúlyozta azt, hogy a kilépés mögött az a csalódottság is áll, hogy az Egyesült, vagy az Európai Unió folyamatosan, ugye pökhendi módon félelmet keltett a britekben, hogy micsoda szörnyűségek fognak történni akkor, hogy esetleg azon törik a fejüket, hogy kilépjenek egyfelől, másfelől pedig, hogy tele volt ez a történet hazugságokkal. Ugyanis ne felejtsük el, hogy az volt az elképzelés, hogy egy szövetségi államot, egy federális államot hoznak létre az Európai Unióban. Volt egy alkotmányozási folyamat, ugye lett volna az Európai Unió alkotmánya, amelyet népszavazásra bocsátottak Franciaországban és Hollandiában többek között, ahol ebben a két országban nemmel szavaztak rá. Tehát nem lehetett keresztül vinni ezt a projektet, hogy szépen csinálnak egy federális államot és hozzá alkotmányt. Erre mit csináltak? Minimális változtatásokkal tették le az asztalra a már nem alkotmánynak hívott lisszaboni szerződés, amit egyébként az írek szintén elutasítottak népszavazáson, majd újra csináltatták a népszavazást Írországgal, amikor nagy nehezen igent mondtak. Hát ez is eléggé megdöbbentő, hogy lehet ugyanabban a tárgyban kétszer népszavazást kiírni. Tehát lényeg az, hogy azt mondta a Farage, hogy ezt a nagy becsapást az emberek nem felejtették el, és nem bocsátották meg. Tehát az angolok eredetileg 1973-ban beléptek egy olyan gazdasági közösségbe, ahol a kölcsönös érdekek alapján megnyitottak egy közös piacot, hogy bám kötelezettségek nélkül egymással kereskedjenek, üzleteljenek, de nem egy politikai közösségbe léptek be, nem egy federális államba, egy szövetségi államba, vagy pedig egy afelé menő
hát szervezetbe léptek be, és őket egyszerűen becsapták, mert csalással az Európai Unió belekényszerítette Angliát abba, hogy a politikai függetlenségét, szabadságát föladva egy viszonylag szabad gazdasági együttműködés helyett egy politikai közösségnek legyen a része akarata ellenére. Említette még Farázs okként azt, hogy tagadásban van az Európai Unió, folyamatosan you are in denial, mondta, önök tagadásban vannak, nem ismerik föl azt, vagy nem akarják kimondani, hogy ez az egész erre a bizonyos hazugságra épül, amit az előbb említettem, nem merik kimondani azt, hogy Merkel asszony óriási hibát követett el, amikor tavaly behívta a migránsokat minden korlátozás nélkül. Ebből az egészből nagyon sok embernek elege van. Ezért döntöttek így a britek. Most már hagyják abba a briteknek a folyamatos gyalázását, illetőleg a Brexit pártiaknak a folyamatos gyalázását, butának beállítását, és a többi, meg bizony pont ez a hangvétel és ez a hozzáállás a establishment részéről, a gazdasági, politikai vezetők, média részéről az, ami az embereknek olyan sértő volt, hogy ez nagy szerepet játszott a kilépésben. Rokonszenves volt az, hogy Farázs is és más kilépéspártiak is elmondták, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy normális kapcsolat legyen a jövőben az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Ezt kell most előkészíteni, ezt a normális kapcsolatot, tehát fontos, hogy higgadtan, emberien, sőt, akár baráti hangulatban is zajoljék az a alkú folyamat, amely tehát körülbelül 2 évig fog tartani, addig még az Egyesült Királyság az Európai Uniónak a tagja. Többek között kiderült, hogy a képviselőtársaink is valószínűleg fognak még addig járni az ülésekre. Elkezdődik ez a bizonyos egyeztető munka, amelynek a célja, hogy immáron szomszédként és minél jobb szomszédként éljen együtt Nagy-Britannia és az Európai Unió. Ahogy már egy rövid közleményben elmondtam, ebben csak megerősödtem itt ebben a mai vitában, azt gondolom, hogy azért egy picit talán, bármennyire is kritikátlanok saját magukkal, az európai establishmentnek, gazdasági, politikai és média elitnek a tagjai azért egy kicsit kénytelenek lesznek el gondolkodni azon, hogy vissza kell venniük a szarvaikat, meg kell hallgatniuk az embereket, meg kell szüntetni vagy csökkenteni kell azt a hatalmas szakadékot, amelynek egyik oldalán ők állnak, másik oldalán pedig azok az emberek, akiknek a hangját soha senki nem hallja meg. És az embereknek meg az a jó hír, hogy igenis, bármennyire is azzal hitegetik őket hosszú ideje, hogy nem képesek változást elérni, el lehet érni változást. Vegyes érzések vannak itt, nagyon sokan nagyon szomorúak, nagyon sokan örömünnepet ülnek. Én változatlanul úgy gondolom, hogy az, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ez alapvetően az ő döntésük, joguk, felelősségük, de bízom benne, hogy mostantól talán egy kicsit más lesz Európa, és más lesz az Európai Unió. Az biztos, hogy nekünk magyaroknak fontos szerepünk van abban, hogy egy kicsit ébresztőt fújjunk. Ehhez kívánok sok sikert mindannyiunknak, Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja önöket.